három lépésben lehet megtanulni programozónak lenni, vagy három dolog szükséges ahhoz, hogy programozó legyél, erről szeretnék neked most egy kicsit gondolatokat inkább átadni ebben a videóban. Üdvözöllek, Szilágyi Balázsék, ez a Honlapra Fel csatorna, iratkozz, hogyha még nem tetted meg, mellékesen a párom kocsiából, mert az enyém szervizben van, csak hogyha furcsa, hogy ez nem az az autó, amiből szoktam jelentkezni. Hyundai X30-ot, hogyha valaki kérdezné. Én azt látom, hogy nagyon-nagyon sokan szeretnének programozni, programozók lenni, és nagyon sokan elakadnak valahol, és ebben szeretnék egy picit segíteni. Ugye igazából nekem eredetileg szoftverfejlesztő a szakmám, ebből diplomáztam, és a mai napig is használom ezt, csak nem annyira látványosan. Illetve most indítunk egy képzést, ahol én azt ígérem, hogy megtanítalak téged PHP programozni, és szeretném ezt a három dolgot betenni. Lehet, hogyha még sohasem programoztál, akkor segíteni fog egy kicsit megérteni, hogy esetleg eddig miért idegenkedtél tőle, vagy hogyha már elkezdted, de nem ment, akkor is meg fogod érteni. Az első, és a legtöbben, és a leggyakrabban itt buknak meg, és azt gondolom, hogy ez egyértelműen az oktatásnak a hibája lehet, hogyha valaki nem programozott még, és mindegy, hogy milyen nyelv, milyen programnyelvről beszélünk, ez a lényeg, hogy független a programnyelvektől, meg kell tanulni, meg kell szokni, magadba kell szívni, nem is tudom, hogy tudom mondani, azt a fajta gondolkodásmódot, ahogy egy programozó a világot leképezi számítógépes nyelvre. Most megpróbálok ilyen nagyon-nagyon rébuszokban beszél, nem is rébuszokban, de úgy, hogy mindenki értse. De tulajdonképpen, amit ezzel kapcsolatban tudni kell, hogy a számítógép az egy számítógép. Tehát lehet isteníteni a mesterséges intelligenciát, meg a nem tudom micsodát, ezek akkor is csak gépek, és valamilyen módon lebutított nyelvre, utasítások sorozatában át kell tudni adni azt a gondolatot, ami bennünk van. És ez nem feltétlenül logikai, ezen gondolkoztam, ez nem feltétlenül logikai gondolkodás kérdése, mert valaki gondolkozhat nagyon logikusan, és attól még lehet pocsék programozó, hogyha ezt a részét sohasem tanulta meg, ezt a részét sohasem gyakorolta be. Illetve, hát részben fordítva is igaz, hogy valakinek nagyon nincs logikus gondolkodása, nem azt mondom, hogy lehet jó programozó, de akár közepes szintű programozó attól még lehet. Ugye ez egyfajta ilyen, hogy ugye szép magyar szóval mondjam, ilyen procedurális gondolkodást jelent, hogy tényleg le tud képezni azt a gondolatot a számítógép nyelvére egymást követő utasításokra, ami a te feladatod, amit szeretnél megoldani. És ezt nagyon sokan ott rontják el, hogy megpróbálnak valamilyen nagyon-nagyon azonnal belekezdeni extrém nehéz programozási feladatokba, holott én azt gondolom, hogy ez pontosan ott kezdődik, hogy nagyon-nagyon-nagyon egyszerű feladatokat, amíg az ember nem tud így kisujjából kirázva megírni. És még egyszer mondom, bármilyen programnyelven, hát én annak idején Basic-ben tanultam, nem is tudom, hogy ez bármilyen szinten létezik-e, biztos valamilyen módon elő lehet ezt hívni, de hogy ezt gyakorlatban nem használják, abban majdnem biztos, hogy inkább hallani fogalmam sincsen. Ez még a 80-as években volt, és arra jó volt, hogy az emberek megtanította ezt a gondolkodásmódot, hogy igen, le kellett írni ilyen kis utasításokba, hogyha valamit ki akarok csak akár a képernyőre íratni. Tehát ez már egy nagyon-nagyon jó gyakorlat. És hadd mondjak itt egy dolgot, amivel én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy félreértés. Hogy az, hogy egy gyerek tabletet kap, vagy telefont kap 3 éves korában, ez nem fogja ezt elősegíteni. Tehát ezt a fajta gondolkodást nem az segíti elő, hogy az ember játszik a gépen, vagy csetel, vagy akár videót néz. Ezt a fajta gondolkodást csak az segíti elő, hogyha valaki elkezd programozni. És bármilyen nyelvben, bármilyen buta, bugyuta programot tényleg, tehát nem tudom, ugye klasszikus, írt ki, hogy hello világ, ugye minden programnyelven ez szokott lenni az első feladat, vagy sorsoltasd ki a lottószámokat, ugye ezek nem egy nagy kihívást jelentő feladatok, ha már valaki ismeri a nyelvet és tud programozni. De hidd el nekem, hogy nagyon sokszor valakinek, aki akkor indul el, ez a legnagyobb kihívás, és lehet, hogy soha többet nem lesz ekkora nagy kihívás, hogy kiírasson valamit a képernyőn. Tehát ez az első, és ez az egyik legfontosabb, és én például nagyon-nagyon figyelek minden képzésemben arra,
és ez a fejlesztési, vagy fejlesztő, például a PHP fejlesztő, vagy a web oldal fejlesztő képzésében is igaz, hogy tényleg a nulláról induljunk, tehát akkor is meg tud érteni, nem tudom, mi látszik bőlem a naptól, mindegy, akkor is meg tud érteni, hogyha soha semmilyen programnyelven nem programoztál, mert itt el lehet rontani egy embernek egy életre a kedvét a programozástól. Ez az első. És erről beszéltem a leghosszabban, pontosan ezért, mert nagyon sokaknál ez nincs meg, és nagyon sok képzésen esetleg ez nincs meg. A második, amelyről itt nem tudok most sokat beszélni, nagyon sokan erre fókuszálnak, és persze fontos, de önmagában kevés, ez az adott programnyelvnek az ismerete. Tehát mondjuk, hogyha a PHP-ről beszélünk, akkor tud, hogy ez a PHP hogyan épül föl, milyen utasítások vannak, mi a szintaktikája, tehát milyen jeleket kell használni, stb. És ezt valamilyen szinten, nem feltétlenül álmodból felébresztve, de azért nagyjából tisztában legyél vele, és tud használni. Ez olyasmi, én azt gondolom, mint amikor valaki egy nyelvet tanul, egy emberi nyelvet, egy idegen nyelvet, és akkor ott megtanulja a szavakat, megtanulja a szabályokat. Ez az, amire a legjobban lehet amúgy egy képzésen fókuszálni, ez az, amire a legtöbb képzés kizárólagosan fókuszál, és hogy az első pontot kihagyják, meg a harmadikat is, bár azt majd hallani fogod, hogy az pontosan micsoda. És ez az, amit tulajdonképpen meg lehet tanulni egy képzésen, és meg is kell tanulni egy képzésen, hiszen utána lesz meg az a fajta, még nem feltétlenül könnyedség, de az a fajta ismeretanyag, hogy az ember azt fogja mondani, hogy oké, én tudom, hogy ebben az adott bizonyos programnyelvben miket használnak, hogyan használják, hogyan zárok le egy utasítást, hogyan nem akarok nagyon technikai szavakat használni, hogyan definiálok egy ciklust, amikor ugye ugyanolyan dolgokat csinál ismételten a program. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és hogyha az első lépés rendben van, akkor ehhez kell egy jó tananyag, egy jó képzés, ez lehet akár még egy könyv is, ez lehet akár egy online módon elsajátítható képzés, mint a mi képzéseink, vagy lehet egy tantermi képzés is, ott az ember ezt meg tudja tanulni. Óhatatlanul valamilyen szintű gyakorlást ez is igényel, ugyanúgy, ahogy egy emberi nyelvet sem tud úgy megtanulni, hogy nézegetjük a könyvet, hanem hát muszáj gyakorolni, beszélgetni valakivel, itt is muszáj, ugye itt már egyre bonyolultabb, de még mindig ilyen kis programokat, vagy igazából csak ilyen mintaprogramokat ír az ember. És ott a harmadik lépés, amit én azt gondolom, hogy ezt nagyon nehéz tanítani, nem is igazán lehet tanítani, inkább az a felelőssége itt egy oktatónak, hogy erre felhívja a figyelmet, és erre én is nagyon-nagyon felhívom a figyelmet, hogy az, hogy elvégzel egy képzést, megtanulsz egy programnyelvet, és akkor az első két lépés rendben van, ez még kevés. Pontosan ugyanúgy, mint egy emberi nyelvnél, az igazi tudás, az a mély tudás, amikor már álmodból felébresztve is tényleg így megoldasz valamit, az a napi vagy hát rendszeres gyakorlaton múlik. Magyarul alkalmazod-e azt, amit tanultál, vagy nem? Tehát konkrétan programozol-e, vagy nem? Akkor fogsz tudni, vagy akkor leszel jó programozó bármilyen nyelvben, hogy az első két lépés rendben van nálad. Tehát megvan az a fajta gondolkodásmód, ezt tudod is használni, ismered azt az adott programnyelvet, és van benne gyakorlatod. Ugye ezt nagyon sokféleképpen meg lehet szerezni, vagy nagyon sokféleképpen el lehet sajátítani. Nyilván, hogyha az ember elkezd dolgozni ebben a programnyelvben, akkor ez jönni fog, de nagyon sokszor, és én ezt tudom neked tanácsolni, hogyha nincsen lehetőséged arra, hogy dolgozz, vagy elhelyezkedj bármi miatt, akkor is tűzd ki magadnak feladatokat, egyre bonyolultabb és bonyolultabb feladatokat, és ezeket valósítsd meg, írd meg ebben a programnyelvben, vagy legyél olyan emberek között, akik programozással foglalkoznak, figyeld azt, hogy milyen problémák vannak, milyen projektek vannak, és próbálj meg ebből dolgokat, részdolgokat kiragadni, megvalósítani, mert hogy így lesz meg az a gyakorlat. Nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon számít, még hogyha megvan minden, még a gyakorlat, tehát mind a három pont megvolt, és utána az ember egy-két évig nem gyakorolja, ugyanúgy, mint egy nyelv, nem fogod elveszíteni már akkor igazából a tudást, de be fog rozsdásodni, újra kell éleszteni ahhoz, hogy menjen. Úgyhogy ez az én tanácsom neked, hogyha bármilyen program
nyelvet meg akarsz tanulni, vagy bármilyen nyelvben meg akarsz tanulni programozni, vagy programozó szeretnél, mindig figyelj oda erre a három pontra, legyél ebben te tudatos, nézd meg egyrészt, hogy az a képzési anyag, amit te választasz, az megadja-e? Hát ugye leginkább az első kettő tudja egy képzést megadni, a harmadik az nagyon rajtad múlik. Tehát nézd meg, hogy megadja-e, illetve figyelj erre tudatosan, akár magán a képzésen is, hogy mondjuk ne kezdj addig bele semmi extrába, amíg nincs meg az a gondolkodásmód. Tehát igen, amíg a primitív, egyszerű, bocsánat, képernyőre kiíratok egy szöveget, meg kihúzatom a lottószámokat, dolgot nem tudod könnyedén megcsinálni, és nem érted. Nincs meg az a pontos megértés, hogy oké, ez most hogyan történt, miért történt, mit csináltam én pontosan. Utána tanuld meg magát a programnyelvet, és utána viszont gyakorold, alkalmazd. Ha így csinálod, akkor jó programozó leszel, és meg fogsz tudni oldani minden problémát. Nincsen az a képzés, ami minden anyagot átad neked. Ugye gyakorlatban ez is benne van, bocsánat, ezt elfelejtettem elmondani, ha eddig itt voltál, akkor ez az ajándék, hogy ezt pluszban megkapod, hogy mindig utána kell járni, mindig egy kicsit meg kell nézni, hogy na ezt hogy oldom meg, azt hogy oldom meg. Új függvényeket, utasításokat kell az embernek megtanulnia. Nincs olyan, aki mindent ismer egy programnyelvben. Megoldások után kell kutatni, erre zseniális az internet, tehát minden megtalálható ma az interneten, de ez része annak, hogy valaki profi programozóvá váljon. Remélem, hogy segítettem ezzel a videóval, hogyha igen, akkor nyomj egy lájkot, hogyha nem nyomj egy ilyet, de mind a kettővel segítesz, ezt jobb, hogyha tőlem tudod, ezzel is segítesz, nekem is, másoknak is. Nézd meg esetleg a PHP képzésünket, hogyha szeretnéd magát a PHP programozást megtanítani, tudok neked segíteni az első két pontban, a harmadik pontban pedig az, hogy motivációt, illetve tippeket adok, és köszönöm, hogy itt voltál.